Így kontracsatázik mind a tenyeres, mind a fonák oldalon Magyarország pillanatnyilag két legnagyobb 11 éves tehetségének egyike, a szekszárdi kis Nikosz Kizakis. Na és a szervája sem szokványos, amiből rendre befejező tenyerest üt a kisfiú. Mindez nem egy sportcsarnokbeli asztali tenisz tea délutánon történt, hanem egy NB2-es felnőtt férfi bajnoki meccsen, mert hogy Nikosz a Bonyhádi Vasas új nyári igazolása, és mint országos gyerektehetség húzó embere is. Mi volt, amitől tartott? Hát, hogy az első ponttól kezdve, amikor pörgetette a fonákot, akkor már kicsit megijedtem, hogy ő ilyen nagyokat tud pörgetni, meg magas, ezért én elkezdtem pörgetni, hogy ő ne tudja használni a játékát. Azt hiszi az ember, hogy ő nagyon jó játékos, mindenhez elér, nagyon jól játszik, és őket nehéz nagyon legyőzni. Neki azért sikerül, ami sokaknak nagy boldogság még rajta kívül. Legfőképpen a volt NB2-es asztali teniszező édesapjának, Kizakis Georgisnak, aki 5 éves kora óta minden részletekre kiterjedően egyengeti a fiú már most hangzatos sikerekkel teli útját. Úgy érzem, hogy a fiamnak még sokáig szüksége lesz rám, hogy én a háttérből azért mind mentálisan irányítsam, és hát a mozdulatokat, azokat is tudom, hogy mik a hibái, mibe kéne javulnia. Elsősorban én azt látom, hogyha ő erőlétileg utonéri ezt a korosztályt, akkor nagyon nagyot fog javulni a játéka, mert tulajdonképpen ő még ez a korosztály, a saját korosztályhoz is még fizikailag egy kicsit gyenge. Mármint a 13-14 évesekhez képest, akiket már technikai téren jó lehet megelőz. A benfentesek szerint Nikosz csukló mozdulataiban, kéz-ideg-izom koordinációjában sok úgymond mások számára taníthatatlan elem van, ami már most az átlagosan tehetséges asztali tenisz palánták fölé emeli. A Klampár-Tibivel rendszeresen játszik a fiam, most a héten is voltunk fönn, hétfőtől szerdáig fönn voltunk az edzőtáborban, a Heraklész válogatott edzőtáborban, és egy délelőtt egy órát mindig szokott a Klampár-Tibivel játszani, hát annak félelmetes fonákja van még a mai napig, helyből úgy üti a fonákot, hogy hát a fiammal mondom neki, fiam, hogy ezt tanult meg, amit a Tibi bácsi annak idején. A szintén 11 éves Szarvasi Szántosi Dáviddal a legjobbak a korosztályukban az országban. Már alakuló félben a távolabbi jövő ígéretes magyar férfi párosra is. Mi már benn vagyunk a magyar serdülő válogatottba, és ő a Szántosi Dávid. Ő vele mindig nagyon sokat játszok, ő vele vagyok mindig csapatban, mindenhol, külföldön, itt Magyarországon. Szántosi Dávid, aki nagyon tehetséges, és ő vele már régóta válogatott, ugyanaz válogatottban, csapatban és csapattársak, és serdülő párosban ebben az évben országos bajnokságot nyertek az U15-ös fiúk között. Csehországban megvolt mindkét fiú számára a sikerélmény, vitték előre a magyar csapatot. De Nikosz nem örült a csak csapat ezüstnek. Kikaptunk egy cseh csapattól 3-2-re, az utolsó meccset én játszottam, és sajnos kikaptam. Most voltunk Orosházán, ott a serdülőpárost meg is nyertük. Ugye az a mini Európa bajnokságon ugye tavaly 17. lettem, tavaly előtt 12. és szeretnék, ha jövőre belennék a legjobb 8-ba. Európa legjobb 8-12 évesek közé szeretne kerülni a szekszárdi srác, akit eddig édesapja edzett, készített fel. Kizakis Georgis nem szeretné szakmailag kisajátítani a fiát, de a klubjánál és a válogatottnál is elvárja a későbbiek során is, hogy bevonják a szakmai és azzal összefüggő más jellegű kérdésekbe, döntésekbe.